Sziasztok, ez itt újra a Kocka Blu-ray bemutató alajolgata, és ezúttal egy igazán nagy klasszikus, a szalonkakuk részkörét mutatom meg nektek Blu-ray-en, egy 35 éves jubileumi kiadás keretében. Annól bemutattam a két DVD-s jubileumi DVD kiadást, ez egyébként most szolgálti közlemény eladó, aki akarja egyébként és érdeklődik iránta, kérdezzen halkozka gamebar@gmail.com-on vagy kommentben, mert egyszerűen nekem már nem szükségeltetik a Blu-ray után. No, de térjünk vissza a Blu-ray bemutatásra. Ez a film máig klasszikus, a mondani valója miatt, a nagyszerű színészi alakítások és rendezés miatt, és minden egyedi érdekes karakter miatt, amit bent található a filmben. 5 Oscar díjat kapott köztük a legjobb filmdíját 75-ben, és a film 16 éven fölieknek ajánlott, mert azért a mondani valója egy-két durva részlet jelenleg azért ott van a filmben. Ennek ellenére később, ha 15 év fölött megnézik, sokan családi kis délutáni klasszikus filmnek is lehet tekinteni, mert olyan egy kicsit, mintha egy durvább családi film lenne, igazából nagyon sok mondani valója miatt mindenki. Viszont ezek a mondani valók nem csöpögősek, nem kicsisek, és nem erőltetettek, és nem is túl egyszerűek. Még feltétlenül élmény Blu-ray HD-ben. Az eredeti filmes remekül Milos Forman a nagyszerű rendező, Michael Douglas és Sundance producerek audio kommentárjában, akik jelenetről jelenetre bemutatják, milyen művészi döntések révén született ez az időtlen klasszikus. Megvilágító erejű kimaradt jelenetek és mozijelzetes látom a Blu-ray-en, magyar extrákkal. Most először Blu-ray-en az így készült Száll a kakukk fészkére, ugye ez rajta volt a DVD, két DVD-s kiadással is. Átfogó 87 perces visszatekintés a teljes eredeti hosszával Michael Douglas, Milos Forman, bocsánat, és Ken Kesey visszaemlékeznek, hogyan készült a mérföldkövetlen számító film a színészek mellett ápoltak szerepelésével. Egy működő pszichiátriai intézetben adható interjú Michael Douglas-szal is kiegészíti ezt a filmet, kis filmet pontosabban, bár nem olyan kis film, de majdnem másfél óra. Természetesen Full HD 1080p-s kép van, 16:9-es képarányban, az eredeti 1:85-ös arányban, ami a moziba is ment. Régen Dolby Digital magyar hangzás van rajta. Ez érdekes volt, ha jól látom, csak monóba vagy sztereóban, és csak az angol hang 5.1-es, ami egy kicsit furcsa megint számomra. De ha annak a minőségben maximum van, akkor egy átlag DV-n nem fogjátok észrevenni, csak mondjuk egy 5.1-es hangval rendszernél. A kép természetesen Full HD 1080p, ahogy említettem. Nézzük belülről, milyen ez a klasszikus. Szerencsére belülről más képáránk. Az igazi Jack Nicholson, nem más. Igazán ajánlom nektek ezt a kiadást is. Ez a film megérdemli, hogy sokan megismerjék és beszerezzék. Ez a film is 2500 és 3000 forint között beszerezhető mostanában is. Blu-ray-re ez tavaly nem egy olyan rossz ár. Természetesen a magyar fizetésekhez mérten ez nem kevés, de mondjuk egy 2-3 napi cigit felől áll, tehát aki cigizik és elhagyja, és inkább ezt vesz helyette, ez mindig jobban jár példának okáért. Főleg egy ilyen film esetén, mint Milos Forman klasszikusa. Annyit akartam mondani, úgy szóltam tőletek.